Sziasztok! Ez egy ugyanúgy fesztiválozós vlog lesz, és az a különbség, hogy nem egy fesztiválról, hanem négy fesztiválról fogok egy összehasonlítást csinálni. Arra gondoltam, hogy idén nem külön mutatom be, vagy azt, hogy milyen volt, mint a Szigeten. Tavaly, hogyha nem néztétek, vagy nem láttátok, akkor kattintsatok ide. Arról beszéltem, hogy milyen a vállalkozói oldalról kijönni a Szigetre. Két évvel ezelőtt pedig csak egy Sziget feelinget mutattam, illetve Gerendei Károllyal csináltam egy interjút, és idén arra gondoltam, hogy a bejutást, a fesztivál feelinget, a VIP részt bemutatom a Volton, a Balaton Soundon, a Szigeten, és jött egy teljesen random ötlet, hogy az EFOT-ra is eljutottam, úgyhogy azt is meg fogom mutatni, és beszélünk egy kicsit erről, úgyhogy ha érdekelnek a fesztiválok, meg ugye a vlogom, akkor maradjatok itt, és kezdjük el! Na, ebben a zenében semmi nem fog menni. Bejutás talán a Szigetnek a fullos napjain a legnehezebb, és elmondok egy trükköt róla. Most itt megyünk ebbe a gyorsítósába, viszont mondok nektek egy trükköt, mert hogyha nem staff vagy VIP, vagy nem tudom, bármilyen kasszalatok van, ide jogosít, amit meg lehet csinálni, bár lehet, hogy nem minden napon, de hogyha kerékpárral jössz, vagy pedig bőrönd van nálad, tehát ez ilyen eldobható valamit, amit 100 forintért szereztél valahonnan, akkor is itt beengednek, és akkor nem kell a másik részen jönni. Ez is egy ilyen apró kis hack a Szigetre, amit viszont a Balaton Soundon nem mondtam el, hogy ott meg van egy ilyen gazdasági belt, a főbejárattal szembeálltok balra, és néha ott is beengednek, ezért ott is érdemes próbálkozni, ha nagy a sor, és jó a beszélőkétek. Mit szólsz a gyorsítósághoz? Ez majd nagy segítség. Vagy történik az a szívás, ami most is, hogy hamarabb bejutnánk a sima sorba, mert még kevesebben vannak. Ezt ugye még egy másik nap a bejutásban mondtam el. A Balaton Soundon szerintem annyira ugye napközbeni programok is vannak, nem feltétlenül csak este mész vissza, elég nagy a bejárat, úgyhogy én nekem most sosem volt tumultus gondom. És a Volton sem, a Volt meg ugyanúgy egy ilyen családias dolog, úgyhogy a bejutásra csak az a trükk, amit mondtam, Szigetnél van. Menjünk tovább, mutatok nektek még B-rollt, és utána beszélünk egy másik dologról. Leértünk Zamárdiba, sehol semmilyen esőt vagy ilyesmit nem mondott. Erre itt vagyunk, és zuhog, és megnéztük az egész Balatonfelt, itt van egy felhő. Ilyen a sound. Most jövök be az EFOT-ra, életem első EFOT-ja, és hát már nagyon messze vagyok az egyetemtől a felvétel minőségéért. Bocsi, hát ugye ez minden, amúgy ha nem mondtam volna még a vlogban, a telefonommal készül. Érezhetően kisebb az egész, és olyan családias eddig a feeling, ami nagyon tetszik, hogy a jegyet felvenni, tök simán beengedtek oda, ahova amúgy nem ismertem volna be, de mondtam, hogy ott van leadva a nevemre, nem tudom igazolni, és nem volt ezzel gondjuk, nagyon kedves volt tényleg mindenki, segítőkész volt, egy kis probléma, de azt is megoldották, és igazából olyan az volt, hogy nem tudtam a legközelebb parkolni, viszont az ilyen VIP parkoló, viszont a VIP parkoló előtt meg van hely, és ott, aki nagyon kedves volt, ilyen biztonsági őr, valahol meg lehet kívül állni, és mondtam, hogy ugye innen nem visznek el kocsit, mondta, hogy eddig nem volt gond, de oda jött, mondta, hogy férje a számom, és hogyha gond van, akkor szól. Kedves. Most megyünk átvenni a passzokat, az egyik hack, hogyha akármilyen jegyetek is van, vagy bérletetek, gyertek ki hamar, élvezzétek a Szigetet, az pont arról szól, hogy el lehet veszni mindenfelé, és akkor nem lesz sor. Más hekkeket nem árulok el, mert az csúnya dolog. Átvettük a Soundon a... Nem, ezt is karszalagokat adtam. De az aztán fos. Na mindegy. Szóval átvettük a karszalagokat, itt a hátul a backstage-ban, nyilván oda nem mehetünk be. Elindulunk és megnézzük, hogy milyen a Sound.
Hát ez nem a Justin Bieber? Melyik? Mondjuk tényleg nem úgy néz ki. Hát a Beavers. Én azt hittem, ez Justin Bieber. Úgy, mint a Jacksons, Jackson's 5, Michael Jackson. Justin Bieber, The Beavers. Megyünk itt a sajtóirodába, ami a VIP mellett van, meg is mutatom nektek, hogy az milyen. Ott láthatjátok, hogy sajtóiroda. Következő, amiről szeretnék beszélni, hogyha már presszként jöttem ki, azok a pressz jegyek. A Volt Fesztiválon azt hiszem nem is vettem át a presszt, úgyhogy ott nem tudom, hogy hol van. A Balatonszállón tök durva, mert a backstage-en belül van. Itt meg, ahogy sétálunk be a szigeten, itt szépen elkülönítve van egy ilyen rész, és itt lehet átvenni, meg mögöttem, ahogy látjátok, ott a konténerben lehet dolgozni, például beülni, és hát tényleg nagyon jó fej a szigettől, hogy amúgy, hogyha te presszként, sajtóként jössz ki, akkor a sima VIP részbe be tudsz menni. És ez a következő, amiről szeretnék beszélni, hogy ha már VIP-ek országa vagyunk, akkor az hogy is néz ki ezeken a fesztiválokon. Akkor beszéljünk a következő témáról, ami a VIP. Ha már ugye, ahogy mondtam, a VIP-ek országa vagyunk, hogy mi ez a jelenség, mik vannak ott bent. Számomra egy nagyon érdekes szoció tanulmány. Menjünk be, meg amúgy itt a szigeten már a nagy színpadon koncert van. Menjünk! A VIP-nek három nagy előnye van. Az első, amit mögöttem láttok, hogy normálisan, kulturáltan lehet elmenni mosdóba. Ja, meg persze el kell mondani, hogy a lányok tudnak sminkelni. Mellette pedig az, hogy talán gyorsabban tudtok rendelni piát, illetve nagyon jó kajádák vannak. Én például a Digo pizzát nagyon-nagyon szeretem, mindig szoktunk enni, tök jó. A szigeten kint lenni a Costes egy ilyen kis nagyon szép installációval, és ott a hamburgerük nagyon jó. És van egy harmadik dolog, amit eddig sosem mondtam, mégpedig az, hogy amikor a nagy koncert lemegy, akkor annyira jó buli van, és vagy mások is a bulik, a Volton például ilyen élő zenekar, ilyen marching band, ami ugye Amerikában van, veletek bejátszom. Szóval ilyenek szoktak ott lenni, és annyira jó zenét csinálnak, és nagyjából ennyiben kiismerő, hogyha ide tudtok jönni. Amiről még gondoltam mesélni, az maga a feeling, hogy melyik, hogyha gondolkoztok azon, hogy melyik fesztiválra menjetek el, akkor mi alapján tudtok dönteni? Sziget, kiszámoltam, készítettek el, hogy 21 éve voltam először szigeten, hát ez nagyon-nagyon öreg. A sziget az a hely, ahol el lehet veszni, ahol nyilván vannak olyan headlinerek, koncertek, például ma Foo Fighters lesz, amit nagyon várok, de alapból csak egyszerűen elmenni, összeveszni, van cirkusz, vannak ilyen nagyon cool megcsinált helyek, és csak élvezni tényleg a Island of Freedom, a szabadság szigete tényleg. Ha volt, szerintem a volt olyan egy profi szervezésben, mint amilyen nagyon régen a sziget lehetett, nincs annyi külföldi, nincsenek annyi helyszínek, meg olyan különleges installációk, csak egyszerűen jó ott lenni, akár gyerekekkel kimenni, például a délutáni koncerten, a Rúzsa Magdi koncerten, ott volt a Rúzsa Magdi koncerten, tök sokan jöttek oda gyerekekkel, ami szerintem nagyon-nagyon király, hogy ott voltak. És nincs ennyi őrült ember, vagy lehet, hogy van ennyi őrült ember, mint mögöttem hátul látjátok, és hogyha mondjuk már családos vagy, akkor a Volt Fesztivál az egy jó kis opció lehet. A Balaton Sound az valahol kettő között van, ott egyértelműen a buli miatt mész, azok esti dolgok, és egyfajta megőrülés lehet benne.
kinek mi. Ez egy egyéni preferencia és döntés egyértelműen. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, hogyha tetszett a videó, lájkoljátok, és hogyha most találkoztunk először, akkor mindenféleképpen nyomjatok a feliratkozás gombra is, amit megköszönök, és gyertek át Instára, ott most elég aktívan szoktam sztorizni, posztolni is naponta. Még egyszer köszönöm, hogy néztetek, kommentbe pedig nyugodtan írjátok meg, hogy melyik a kedvenc fesztiválotok, vagy mi volt a véleményetek a vlogról. Köszönöm!